it's you who keeps me calm. Szemben pedig a Solaris formációnak két tagja. Hát nyilván nagyon snassz lenne megkérdezni, hogy busszal érkeztetek el. Meséljetek egy picit a megalakulásra. Ez egy nagyon új formáció, 2020 eleje a megalakulás. Hogyan született meg ez a zenekar? Igen, ez így van. A zenekarunk az 2020 januárjában alakult. Mi korábban a tagok egy erős háromnegyede, egy másik zenekarban zenélt együtt, amikor ez feloszlott, akkor döntöttünk úgy, hogy ezt egyébként valamilyen úton módon folytatni kellene, annyit, hogy egy kicsit másik stílus irányba elmenni, és emiatt némi hangszeres cserebere után, mert én alapvetően ritmusgitáros voltam, úgy döntöttünk, hogy egy teljesen új felállásban fogjuk folytatni, és egy másik típusú zenét szeretnénk írni. És ehhez találtatok egy csodálatos énekesnőt. Na, mesélj egy picit te, hogy milyen volt becsatlakozni a fiúkhoz, illetve hogy érzed magad velük? Hát úgy volt, hogy volt egy ilyen nyíregyházi rendezvény, és azon énekeltem, és ott
ismerkedtünk meg Farkas Bencével, a dobosunkkal, és hát először nagyon megijedtem, hogy úgy valaki odajött, de aztán utána a csatlakozás után úgy elég hamar sikerült beilleszkedni, meg nagyon élvezettel telnek a próbák, meg hát sok-sok nevetéssel. Szóval én nagyon élvezem. Te egyébként mióta énekelsz, és a te stílusod az mennyire volt kompatibilis a fiúk zenéjével? Hát igazából ilyen 2-3 éve vagyok benne ebben az éneklésben, és igazából a stílusom egy kicsit más volt, mert én a musicaleket nagyon-nagyon szeretem, ezeket a, meg a jazz, meg a pop zene, szóval én inkább ezekbe voltam benne, de a rockot is kezdem meg szeretni, meg úgy amúgy tetszik is, meg élvezetes. Igen. Na és akkor miért egy ilyen bájos kis visszafogott musical énekesnőt választottatok ti a csapatba? Mert nagyon érdekes. Tehát szerintem kimondottan érdekessé teszi így a zenei világunkat az, hogy a tagok nem egy fajta zenei zsánárből táplálkoznak, hanem többféléből. Például okáért a ritmusgitárosunk, ő klasszikus zenével és metallal foglalkozik, tehát hivatásszerűen is klasszikus zenével, és egy teljesen más mindsetet és egy hozzáállást hozott, ami nekem például mint zenésznek nagyon-nagyon hasznos, és az, hogy ez egy kicsit rákényszerít arra, hogy az ember kilépjen a komfortzónájából, ilyen zenei művészeti szinten. Meg én azt gondolom, hogy mostanában nagyon népszerűek azok a zenekarok, vagy azok a formációk, amelyek nem csak egy stílusra épülnek fel. Tehát most nálatok is fel lehet itt sorolni, hogy a musical, jazz, pop, hagyományos rock, funky, klasszikus, metal, minden van. És ez a fúzió, ez mindig valahogy számomra egy ilyen nagyon különleges zenei életérzést is közvetít. Ez részben szerintem ilyen kulturális jelenség, mert hogy maguk a stílusok szerintem megszűntek létezni. Ezt olyan szempontból gondolom, hogy ugye mi korábban azért nagyon-nagyon markánsan el lehetett választani mondjuk egy pop-rock, egy metal zenét. Ez ugye átcsúszott egy olyanba, hogy egy hip-hop beatnek a bevitele egy rock zenébe az teljesen standardé vált. Tehát az elmúlt 20 évben nagyon-nagyon-nagyon sokat változott művészeti szempontból a könnyű zenei szekció, és ez tényleg olyan lehetőségeket ad nekünk, amiből érdemes és értékes is táplálkozni. Tehát egy nekem például abszolút tanulásnak hat funky alapú életforma létem ellenére megtanulni például mondjuk metal jellegű basszusgitár futamokat, ami abszolút nem standard számomra, viszont sokkal tágabb lehetőségeket kínál fel. Lehetséges, hogy ezt a fajta arszpoétikát akarja lefedni a névválasztás, és ugye mégiscsak a Solaris a nap, a fény jelképe? A névválasztást megmondom neked őszintén, elsősorban egyébként a 2020-as első lezárás kapcsán jött nekünk, mert én és a gitáros kolléga is iskolákban dolgozunk, és ugye digitális oktatásra át kellett állni, és azért ez egy nagyon-nagyon nagy érvágás volt, hogy hirtelen a munkádnak a közösségi része az úgy megszűnik létezni, és a Solaris név az csak onnan jött, hogy egy reménykedés, hogy valaminek így lehetőleg legyen vége, és hogy egy picit így keljen már fel a nap egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon hosszú tél és tavasz után, hogy hát ha van valami feloldozás, vagy valami kellemes üzenet a végén, és csak egy reménykeltő szót szerettünk volna így a zenekar nevének adni, és szerintem ez így passzolt. De akár Luca nevét is adhattátok volna a zenekarnak, hát ő is egy kis fény volt a ti életetekben, nem? Kezdetben gondolkoztunk azon, hogy a zenekar neve lehetne ilyen, hogy Luca Cica kollekció, Luca és a kétajtós szekrény, nem, csak vicceltem. Egyébként jól hangozna. Abszolút, persze. Fülben mászó eladható. Teljesen. Rengeteg C betű van benne, fantasztikus. Nem, alapvetően mindig csak ilyen fogalmi keretekben gondolkodtunk, hogy mi az, ami a nagyjából megfelel annak, amit megpróbálunk átadni a zenei világunkkal. A zenélés kapcsán ugye nyilván az, hogy valamit kiadtok magatokból. Mi lenne a ti üzenetetek? Nagyon jó kérdés. Valami, ami túlmutat a hétköznapokon. Magának szerintem a könnyű zenének van egy nagyon-nagyon fontos funkció, még pedig az, hogy megjelenjen élőben. És
az élőben való részvétel egy koncerten, az élőben való zenehallgatás, az kimondottan egy olyan dolog, ami az embert kiragadja így a hétköznapokból, hogy nem az van, hogy reggel 8-tól délután 4-ig dolgozom, hanem hogy utána még van valami plusz, amit viszünk egy színházi előadás, egy versnek az elolvasása, egy jó könyv, egy koncert, vagy valami. Ez az, ami egyébként így emberré tesz minket, és most ez így hirtelen így nagyon eltűnt a világból, sokkal inkább, mint hát ez így célra vezető lenne. És ezt szeretnénk átadni, hogy valami kis felszabadultságot, mert az nagyon-nagyon-nagyon ráfér az emberekre, legalábbis ez az én személyes véleményem. Próbákon egyébként fel tudtok szabadulni? Igen, nagyon. Ott mennyire jön át az, hogy végre alkotunk, végre kiadunk magunkból mindent? Hát pont most példának hozhatnám a múltkori próbát, hogy mindenki úgy nagyon ugye a főpróbán próbáltunk beleadni mindent így a fellépés előtt, és akkor utána Attila, a gitárosunk mondta, hogy na, ez baromi jó volt, szóval nagyon, hogy úgy nagyon, főleg amikor ugye jól sikerül, meg sikerélmény van, hogy egy próbán úgy érezzük, hogy úgy mindent beleadtunk, akkor utána azért az nagyon jó érzés, hogy ilyen sikerélményt ad. Tessék! Pont a ritmus és szóló gitárosunk Attila mondta azt a múltkor, hogy a múltkori próba után, hogy végre volt egy olyan nap, amikor boldogan feküdt lealudni. Ami azért szerintem egy nagyon-nagyon pozitív hozadék egy ilyen időszakban. Annyira jó ezt hallgatni, hogy tényleg örömmel, szívből csináljátok azt, amit csináltok, nem csak a színpadon, hanem ugye zárkapuk mögött a próbákon is. Akkor ezek alapján mondjuk 10 év múlva hol és miről fogunk szerinted beszélgetni? Őszintén bízom benne, hogy körülbelül az 5. japán turnéról. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.